Sziasztok! Ez itt az Access Point Vlog 22. epizódja, melyben visszatérünk a PON hálózatokat bemutató sorozatunkhoz. Jelen epizódunkban a hálózat passzív elemeire fogunk koncentrálni, kezdve a gerinc és lepedő hálózati technológiákkal. Miután eldöntöttük, hogy milyen technológiát, alépítményes, léges, stb. Alkalmazunk az adott hálózatban, meg kell vizsgálnunk a területi adottságokat, és azok figyelembevételével kiválasztanunk a megfelelő kábelt, kábeleket. Ha alépítményes hálózatot építünk, akkor fontos tudnunk az alépítmény műszaki állapotát, kihasználtságát ahhoz, hogy ki tudjuk választani az új kábel beütötésének módját, ami befolyásolni fogja, hogy milyen szerkezetű és így milyen áru kábelt válasszunk, hiszen egy beiszaposodott vagy már zsúfolt védőcsőben nem biztos, be tudjuk fújni a kábelt, hanem valószínűleg a behúzással fogjuk telepíteni, ami erősebb szakítóló szilárdságú kábelt igényel. Előfordulhat, hogy nyomvonalunk szennyvíz hálózatban van, vagy egyéb olyan területen halad át, ahol páncél alkalmazása is szóba jöhet. A behúzó kábelek szakító szilárdsága jellemzően másfél és akár 4 kN között mozog, ami több üvegszál vagy adamid, esetleg dupla vagy más anyagú, például palliomid köpeny alkalmazásával érhető el, ami befolyásol van természetesen a kábel árára, súlyára és szállítási idejére egyaránt. Az alépítményes hálózatok másik típusa az úgynevezett mikrocsöves hálózat, melynek lényege, hogy vagy a meglévő védőcsövekbe egy vagy több, lényegben behúzó kábel méretű védőcsövet, védőcsök köteget telepítünk, majd ezek mindegyikébe egy-egy mikrokábelt fújunk be. Technológia előnye, hogy előre gondolkodva biztosíthatjuk alépítményünk jövőbeli könnyű skálázhatóságát, egy vagy több meglévő, de kisebb szálszámú kábel helyére ilyen csöveket behúzva lehetőségünk nyílik a védőcső szál kapacitásának növelésére, hisz a mikrocsövekbe kerülő kábelek jelentősen vékonyabbak normál behúzó kábel társaiknál. A légkábelek talán a legfontosabb paraméterre a szakító szilárdság, de a behúzó kábelekkel ellentétben itt nem a telepítéskor fellépő erőket kell figyelembe vennünk, hanem az üzemeltetés során fellépő olyan extra terheléseket is, mint a régióra jellemző szél és jégteherés. Ebben nagy segítségünkre lehet az amerikai NESC szabvány, ami iránymutató lehet a megfelelő kábel kiválasztásában, de fontos, hogy az utolsó szó ebben az esetben mindig a hálózatot tervező mérnöke. A költségvetés szempontjából viszont nem elég magának a kábelnek az árát néznünk, hanem a vele kompatibilis tartó és feszítő szerelvényeket, illetve az adott technológia szerelésének bonyolultságát, időigényét is érdemes figyelembe vennünk, mert mindezek jelentősen befolyásolják 1 km nyomvonal telepítésének folyamatos költségét. Ez volt az Access Point Vlog 22. epizódja. A következő részben a beltéri kábelezési eljárásokat fogjuk bemutatni. Köszönjük a figyelmeteket! Iratkozzatok fel a csatornánkra a következő epizódokért. Sziasztok!